Köszöntöm a sportszerető kedves nézőket és mindenkit, akiket érdekelnek a kárpátaljai sportesemények. A sportcsarok idei első adását látják. Mai műsorunkban visszatekintünk a 2012-es év legfontosabb sporteseményeire. Üdvözlöm a stúdiónkban Szabó Sándor újságírót, a Kárpát-Igaszó sportrovatának szerkesztőjét. Szia Sanyi! Szervusz Attila! Kezdjük talán a tavalyi év egyik legjelentősebb sporteseményével. Megrendezte Ukrajna társrendezőként a 2012-es labdarúgó Európa-bajnokságot. Így fél év elteltével hogyan értékelnéd az EB-t? Mennyire volt sikeres rendezői szempontból? Hát a 2012-es Európa-bajnokság ugye bár nem csak ukrán szempontból, hanem világi szempontból is óriási nagy esemény volt Ukrajna számára. Ugye az azt megelőző sajtóvízhangok elég negatívak voltak, és sokan kétségbe vonták azt, hogy Ukrajna képes lesz megrendezni megfelelő szinten ezt az Európa-bajnokságot. Végül szerintem sikerült cáfolni minden negatív visszhangot, én úgy gondolom, és én azt olvastam, tehát a világ sajtó, a vezető újságíró, vezető sportújságíró, mindenki, mindegyike pozitívan nyilatkozott, pozitív élményekkel távozott el Ukrajnából, úgy mint sportszakma, úgy mint szerintem, mint turisztikai szempontból sokat jelent az ország számára, sokat jelentett az ország számára ez a kontinens bajnokság. Ha azt vesszük, hogy Kárpátalja milyen szeletet hasított ebből a képzeletbeli tortából, akkor azt kell mondanom, hogy nem túl sokat, ugyanis ugye tranzit régió voltunk ebből a szempontból, ugye rajtunk keresztül egy kisebb mennyiségű szurkoló az átutazott, de jelentősebb meghatározó szerepe nem volt Kárpátaljának ebben az Európában, és inkább ugye a megfelelő városokból, ugye Lemberbe, Donyeckbe, Harkivba és Kijevbe koncentrálódtak az események. Tavaly évben más történelmi jelentőségű sportesemény is volt, ugye konkrétan, ami Kárpátaljához kapcsolódik. A női kézilabda ligát, először országos kézilabda ligát, a történelemben először nyerte meg az ungvári csapat, a kárpáti női csapata. Így visszatekintve, mennyire volt sima az a bajnoki cím, mennyire voltak buktatók abban a szezonban? Hát nehéz egy szezonból ítélni, viszont hogyha azt nézzük, hogy az elmúlt időszakban, az elmúlt 5-10 évben óriási fejlődésen ment keresztül a kárpátaljai kézilabda, akkor azt lehet mondani, hogy ez jósolható volt. Ugye Boris Petrovszky vezetőedző 8 év irányította a csapatot itt Ungváron, a Kárpátit, óriási munkát fektetett bele, ugye voltak bronzérmesek voltak korábban, és egy évvel ezt megelőzően, a bajnok címet megelőzően ezüstérmet ért el a csapat. Igaz, hogy az a gárda egy kicsit átalakult, sok meghatározó játékos távozott az új bajnokságot megelőzően, viszont Petrovszkynak sikerült azt a mentalitást, azt a játékstílust meghonosítani, Kárpátalján megőriznie ebben a bajnok csapatban is, ami most jelenleg is remekel a bajnokságban. Úgy láttam, hogy úgy lehet értékelni egyébként a szezont, hogy végigmenetelték a lányok, ugyebár több mint 200 gólt dobtak a mögöttük állóhoz képest, és azt hiszem, hat ponttal előzték meg a második helyezettet, tehát nem volt kérdéses, hogy idén tavaly meg lesz ez a bajnoki cím. Ugyebár ezzel nyertek egy jogot arra, hogy elinduljanak az EHF kupában. A nyár ugyebár az erősítésről szólt, ugye meg kellett erősíteni a csapatot egy kicsit, ahogy a nemzetközi porond az sokkal keményebb, sokkal erősebb. Az első akadályt könnyen vették, ugye a bolgár bajnok ETA 64-et hazai pályán és idegenben is sikerült legyőznünk fölényesen, viszont a szerb Kragujevácot bár 9 góllal itthon megvertük, ugyanúgy hazai pályán kezdtük a sorozatot, viszont idegenben hát egy szerencsétlen utolsó másodpercben született góllal kikaptak lányaink, és búcsúztak a nemzetközi porontól. Viszont a bajnokságban ugyanúgy remekelnek, eddig egyetlen vereség van a nevük mellett. Úgy gondolom, hogy nagyon szép jövő áll ez a csapat előtt, és nem hiszem, hogy problémát jelentene a bajnoki cím megvédése idén. Kárpátalja másik kirakat csapata, a Zakarpátja, a Hoverla. Tavaly ugye ismét feljutott a Premier Ligába, ott van a legjobbak között. A nyár az főképp ugye a stadion körül zajló bonyodalmakról folyt, és ugye elég sok játékos érkezett a Hoverlához. Volt egy-két úgynevezett sztárigazolás is.
Hogyan értékelnéd a csapatnak a teljesítményét? Mennyire sikerült beilleszkedni az új játékosoknak, illetve mennyire teljesítenek jól? Hát igen, mindenképpen dimenzióváltás, ugye egy másodosztály után az ukrán élvonal, meg kell erősíteni a gárdát, ami ugye sikerült a másodosztályban, ugye azzal a csapattal nem lehetett volna komolyabb eredményeket elérni az élvonal, muszáj volt meghatározó igazolásokat Ungvára hozni. Most úgy döntött a csapatvezetés, hogy olyan embereket hoznak ide, akik már letettek valamit az asztalra, akiknek a háta mögött komoly karrierál és komoly nevük van. Ezzel ugyebár talán azt szerették volna, hogy megerősítik a csapatot játékában is, meg egy kicsit a médiában is, egy kicsit fölkapják a nevét a gárdának. Sikerült is, ugyebár a legnagyobb név a mostanak köz, ugye a David Odonkor, aki ami a futballszeretők számára nem mond, sokat mond. A gárdai származású 28 éves szélső, a német válogatott egyik nagy reménysége volt, a 96-os világbajnokság és a 98-as Európa-bajnokság is pályára lépett a német válogatottal. Az ő személye mindenképpen nagy erősítést jelent, szélső játékát tekintve igen markánsan meghatározza a csapat játékát. Észrevehetően nagyon vigyáznak rá az ellenfél védői, de nem csak ő volt az egyetlen, aki komolyabb visszhangot keltett. Meg kell említenünk ugye a spanyol Jorge Lópezt, aki korábban a Sevillában is játszott, és UEFA Kupa győztes csapat tagja volt, de ide sorolhatnánk a görög Sotiros Balafast, akinek a már ugye a vezeték nevét könnyen el lehet rontani, vagy a szerb Bojanmal is, aki szintén szerb élvonalbeli csapatokban játszott. De még aztán a francia lateleket is ide sorolhatnánk, aki szintén komolyabb erősítésként érkezett. Igaz, az eredmények még nem az igaziak, ugye egyelőre az utolsó helyen tanyázik a csapat a tabellán, ami kieső. 8 pont a hátrányuk az előttük állva szemben, amit most tavasszal kell lesz ledolgozni. Kemény tavasz vár a csapatra, úgy gondolom elszántságból nincs hiány, talán szerencsének kéne lennie annak, több szerencse, ami hiányzott az ősszel. Ejtsünk szót, néhány szót a megyei labdarúgásról is. Tavaly ugye tromfosztás történt, sorozatban 3 bajnoki cím után a Beregvidék nem tudott bajnoki címet szerezni, a Munkácsi csapat szerezte meg a megyei bajnokság trófeáját. Hogyan zajlott ez a bajnokság? Mennyire volt egyoldalú? Hát évről évre azt tapasztalható a megyében, hogy egyre kiélezettebb, egyre szorosabb a bajnokság, és ugye a Beregvidéknek az egyeduralma az elmúlt években se volt egyértelmű. Mindig is voltak olyan csapatok, akik meg tudták szorítani a Vérgeparti gárdát. A Munkácsi csapatnak a győzelme talán szintén hosszú évekre visszamenőleg tekinthető is, ugye már ez a csapat a 2008-as, 2009-es idényben, 2008-as idényben azt hiszem bajnok, jól emlékszem, bajnok volt. Utána egy markális fiatalítás ment végbe a gárdánál, ami talán most érett be. Tehát ez a 3 év kellett ahhoz, hogy az a munka, amit belefektettek a csapat, az a fiatalítás, az a kemény munka, az most érett meg. A Beregvidék nem gondolom, hogy visszalépett, nem lépett vissza ezen a téren. Egy kicsit azért másoknak is meg kell adni a lehetőséget szerintem, és mindenképpen jót tesz az a focinak, a megyei focinak, hogy más csapatok is labdába tudnak rúgni. Az idén előttünk álló sporteseményekről majd következő műsorunkban beszélgetünk. Köszönöm, hogy elfáradtál stúdiónkba. Kedves nézőink, a következő percekben pedig zsetont ragadunk és pókerezni fogunk. Tartsanak velünk továbbra is! Az utóbbi időben robbanásszerűen megnőtt a póker népszerűsége a világon. Kárpátalján is egyre többen ragadnak zsetont, és latolgatják esélyeiket a flop, a turn, vagy éppen a river után. A póker az egyik legnépszerűbb kártyajáték a világon. A lényege, hogy a játékosok a kártyáikból a legjobbat kihozva elvigyék az asztal közepén lévő kasszát.
Ezt a legjobb lapkombinációval tehetik meg. Tehát minden játékosnak arra kell törekednie, hogy a saját kezében legyen a legjobb. Vagy legalábbis elhitesse ellenfelével. Sokan úgy vélik, hogy a póker csupán szerencsejáték. Nem kell hozzá különösebb tudás. Bárki felkészülés nélkül le tud győzni akárki mást. Csak a jó lapjárás számít. A valóságban azonban nem így van. A játék során ugyanis ki lehet számolni a kezünkben lévő lapok esélyét, meg lehet figyelni az ellenfelek viselkedését, az asztalon lévő lapokat és az ellenfél játékát összevetve pedig meg lehet becsülni a saját lapjaink erősségét. A pókernél az ellenfél megfigyelése, az önkontroll, emberismeret, kombinációs képesség és megtévesztés mindenképpen fontos. De most térjünk vissza a való világba, vagyis Ungvára. Ez az ungvári baráti társaság rendszeresen összejön pókerezni. Hetente kétszer-háromszor is elnyerik egymás zsetonját. Nagyjából az már pár éve tart, hogy egyre ismertebb és egyre több ember játszik. Hát valószínűleg az internetes póker erőretörésének köszönhető az, hogy egyre több ember játszik így élőben is, meg a tévében is ugye több pókert látni. Hát valószínűleg ez játszik közre. Baráti körben természetesen csak egy sörre szoktunk játszani, hogy azért tétje legyen a dolognak, mert valami tét muszáj, mert különben egyszerűen nem érdekes, mert senki nem venni komolyan, úgyhogy hát nagyjából egy ilyen sörnyi tétbe szoktunk játszani. Hát persze kaszinóban, meg más helyeken, meg interneten is ugye ott a legkisebb szintől, tehát egy dolláros versenyektől kezdve ugye fel a csillagoségre. Mielőtt azonban leülnénk az asztalukhoz pókerezni, fussuk át gyorsan a kártyajáték egyik legismertebb változatának, a Texas Hold'em-nek a szabályait. Come on, Jim. Az egyik legnépszerűbb pókerjáték a Texas Hold'em, ami egy lenyűgöző játék. Szabályai néhány perc alatt elsajátíthatóak, de egész életünkben tanulhatjuk, hogyan is kell jól játszani. A Texas Hold'emet egy pakli 52 lapos francia kártyával játsszák. A szabályok szerint a játékban asztalonként minimum 2, maximum 10 játékos vehet részt. Az osztás az uramutató járásával megegyezően történik. Az osztás során minden játékos 2 zárt lapot kap, melyeket sem az osztó, sem az ellenfelek nem láthatnak. Az osztó további 5 nyitott lapot helyez az asztal közepére. Ezek lesznek a közös lapok. Az így rendelkezésre álló összesen 7 lapból kell minden játékosnak a legerősebb 5 lapos kombinációt összeállítania. A játék a kassa elnyerésért folyik, melyet a játékosok berakott tétjei alkotnak. Most nézzük közelebbről a játék etapjait. Az első lépés az osztás. A Texas Hold'emben minden leosztásban van egy képzeletbeli osztó, melyet egy osztókorongnak, gombnak, angolul buttonnek nevezett korong jelöl, jól láthatóan az adott játékos előtt. A
Az osztás megkezdése előtt az osztókorongtól balra ülő játékos beteszi a kisvakot, a tőle balra ülő pedig a nagyvakot, vagyis a kötelező zseton mennyiséget. Ezután az osztó minden játékosnak egyesével leosztja a zárt lapokat, amit a többiek nem láthatnak. A második lépés a preflop licit, vagyis az első nyílt lapok letétele előtti licitálás. Miután mindenki megkapta a lapját, a nagyvak utáni játékos kezdi a licitet. Három lehetősége van. Tartja a tétet, vagyis a nagyvaknak megfelelő összeget tesz be, emeli a tétet, vagy kiszáll a játékból és eldobja a lapjait. A következő játékosnak is ugyanezek a lehetőségei. Ha valaki emelte a tétet, akkor természetesen addig megy körbe a licit, amíg minden játékos be nem rakta az emelést, vagy el nem dobta a lapját. A harmadik lépés a flop. Az osztó a pakli első lapját félreteszi, póker nyelven éget. Majd három lapot képpel felfelé az asztal közepére helyez. Ez a három lap a flop. Ezután a játékosok újra licitálnak. A negyedik lépés a turn. Az osztó ismét éget egy lapot, majd lerakja a negyedik nyitott lapot is. Ezután ismét licit következik. Az ötödik lépés a river. Az osztó ismét éget egy lapot, majd lerakja az ötödik nyitott lapot is. Ezután újra licit következik. A hatodik, vagyis utolsó lépés a showdown. Az utolsó licit után a játékosok megmutatják a lapjukat. Az nyer, aki a legjobb öt lapot tudja összehozni a rendelkezésre álló hét lapból. Döntetlen esetén el kell osztani a pénzt. Mindig az a játékos mutatja meg először a lapját, aki utoljára emelt. Ha előttünk már valaki jobb lapot mutatott, mint a miénk, akkor nem kötelező megmutatni a sajátunkat. El is dobhatjuk. A játék természetesen nem feltétlenül tart mindig a megmutatásig. Ha bármikor a licit során előfordul, hogy egy emelést vagy nyitást senki sem tart, akkor a licitáló játékos nyert. Ilyenkor neki nem kötelező megmutatni a lapját. Most nézzük meg a lapok erősségét. A Royal Flush. A legerősebb lapkombináció. Egyszínű, tízes, bubi, dáma, király, ász lapokból áll. Ha két ilyen találkozik, aminek nagyon kicsi az esélye, akkor osztoznak a nyereményen. A színsor, vagy más néven a Straight Flush. Öt, egyszínű sorba rendezhető lapból áll. Ha két ilyen találkozik, a magasabb lap dönt. Ha egyforma, akkor döntetlen van. A póker. Négy ugyanolyan számozású vagy jelű lapból és egy akármilyen másik lapból áll. Ha két ilyen találkozik, a magasabb póker nyer. A Full House. Három ugyanolyan számozású vagy jelű lapból és két másik ugyanolyan számozású vagy jelű lapból áll. Ha két ilyen találkozik, a magasabb grill nyer. Ha az is egyforma, akkor a magasabb pár. A Szín, vagy más néven Flush. Öt ugyanolyan színű lapból áll. Ha két ilyen találkozik, a magasabb lap dönt. A sor, vagy más néven straight. Öt sorba rendezhető lapból áll. Ha két ilyen találkozik, a magasabb lap dönt. A drill. Három ugyanolyan számozású vagy jelű lapból és két akármilyen másik lapból áll. Ha két ilyen találkozik, akkor a magasabb drill nyer. Két pár. Kétszer két ugyanolyan számozású vagy jelű lapból áll. Ha két ilyen találkozik, a magasabb pár, majd az alacsonyabb, majd a semleges lap erőssége dönt. Egy pár. Két ugyanolyan számozású vagy jelű lapból és három akármilyen másik lapból áll. Ha két ilyen találkozik, a magasabb pár nyer. Ha egyforma, a semleges lapok döntenek. És most vissza Ungvára. It's a wonderful night, you gotta take it from me. It's a wonderful night, come on and break it on down. It's a wonderful night, you gotta shake it for me. It's a wonderful night, come on and break it on down. It's a wonderful night, everybody can see. It's a wonderful night, come on and break it on down. It's a wonderful night, go ahead and release. It's a wonderful night, come on and break it on down. You know the music.
A játékhoz tulajdonképpen úgy állok hozzá, hogy jó szórakozás, innentől kezdve pedig, hogy milyen lapot kapok, vagy miért nem, ahogy a játék hozza. A taktikát általában mindig azt határozza meg, hogy éppen milyen kedvem van, és hogy kikkel játszok. Mióta játszol egyébként? Egy-két éve. A barátaim kezdtek el először pókerezni, őket láttam, hogy játszak, megtetszett, így kezdődött. Teljesen más élőben pókerezni, teljesen más barátokkal pókerezni élőben, mint például egy pókerklubban, és teljesen más online játszani. Szoktál egyébként online pókerezni? Igen, minden. És abban mi a jó? Sokkal jobb. Egyszerre több asztalon is lehet játszani, sokkal pörgősebb, sokkal érdekesebb, sokkal több akció van. Pénzre is szoktál játszani? Igen. Szerencsétlen százalék képesség. Tudok egy olyan lappát, amivel most az majd nagyobb fog bukni. Ezzel a lappal most egy 300-as passzából szétbukom magam. Kövessük a bukás lépéseit. A bukás a veleti úton, most a 300-as emelés volt a következő lépés. Hát egy csekkerek meg szerint, mert ott van, hogy egy van, és akkor látod, hogy ezzel a látszlapban milyen szépen tudtam bukni. Legalább nem tudod. Jól mondtad. Mutatottak, mert ha nincs nösön, én megnyugod. Úgy nem buktuk el, ez azért lehet, mert hogy belejátszunk. Tehát ő ellene még volt a kis esély. Most jöjjön egy kis póker történelem. A póker történelme nem kevés vita tárgya még ma is. A játék neve valószínűleg francia eredetű. Kutatók azt feltételezik, hogy perzsa tengerészek adták át francia telepeseknek a kártyajáték elődjét, mely szerkezetében hasonlít a pókerre. Bizonyított ezen kívül, hogy a póker a spanyol Primero nevű játékkal is rokon. Így tehát világos, hogy a pókert nem feltalálták, hanem régebbi játékokból alakult ki. Igaz, hogy míg a játék alapjai Perzsiából, illetve Európából származnak, igazán az Egyesült Államokban teljesedett ki a sikere. A játék New Orleansból indult hódító útjára az 1800-as évek elején. Itt már a polgárháború előtt is széles körben játszották, majd szép lassan terjedt a telepesekkel együtt a nyugati vidékek felé. Megadom a 20-ast. Önmutat.
Két pár. Ász és királynő. Mekkora mázlim van? Ez meg 3-6-os. Sajnálom. A 19. század közepére a Mississippi-től nyugatra már minden államban működtek kaszinók, és a legtöbben, sőt, talán mindegyikben lehetett pókert is játszani. Joseph Crowell angol író azt írja, hogy a póker első változatát 1829-ben New Orleansban játszották. A póker első nagy terjedése a nevadai aranyláz idejében történt, amikor is a matrózok a Mississippi-n pókerrel töltötték az időt. Fölteszek mindent egy lapra, nekem már minden is. Megadom a 25 ezret. A játék népszerűsége odáig jutott, hogy 1970-ben megindult a World Series of Poker, a póker mesterligája. A második nagy népszerűségi hullám két fontos eseménynek köszönhetően indult meg. Az interneten játszható online póker bevezetése és a mikrokamerák alkalmazása a televíziós közvetítéseknél, mely lehetővé tette, hogy a néző belelásson a játékosok lapjaiba. Ha-ha! A gyerek! 4-eset a gyereknek! Meg triplázta a pénzit. Éljen. Vége, uram. Igen. Vége. Ő már tudja, ő már mosolyog. Apa, most azért 10-essel nyerhetünk. Nem jöhet. Nem. Nem. Jó. Nyert a gyerek. Tom. Ott a dáma! Vége, Robikám! Vége, nyugodtan kijelenthetem önöknek, hogy ezt, akinek ilyen szerencséje van, az megnyeri simán. Yes! Nem. Királypár, drága Gyuri. See, I told you it was the luckiest hát girl. Ez gyönyörű. Don't make a lie out of me. He the happy. No. Oh! Yeah! Oh! Vége, mindennek. Megjött a dáma drill, hát ilyen petje. És hol tart a póker napjainkban? Most az egyik legvitatottabb kérdés, hogy a póker sport vagy szerencsejáték. Szerint a pókernek a most népszerűsödő változata sport, ahol nem konkrét pénzért folyik a küzdelem, hanem a versenyen mindenki ugyanannyi zsetont kap, és abból a zsetonból tud valamilyen módon nyerni vagy veszíteni. Így csak a verseny beülőjét veszítheti el az ember, amely mindig egy fix összeg, és általában egy minimális összeg. Míg ugye a pókernek a szerencsejáték részében az ember mindig a pénzét, a saját pénzét kockáztatja. Az a része a szerencsejáték, ez a verseny része pedig a sport. A póker nem kártyajáték, csak egy olyan logikai játék, amit kártyával játszik, kell játszani. Hogy mi bizonyítja azt, hogy sport? Hát a szerencsejátékot általában a bank ellen játszuk, vagy a kaszinó ellen játszuk, míg a pókert egy másik ellenfél ellen vívjuk meg. Az leginkább
sakkhoz hasonlítani, lehetne a sakkhoz, a dámajátékhoz magát ezt a játékot, ugye már ehhez taktika, logika, pszichológia kell, elismerni a másik játékos. Ami a másik kézzelfogható bizonyíték ennek a sport, az maga a póker, az, hogy tavaly év közepén a Nemzetközi Szellemi Játékok Szövetsége tagjai közé vette a Nemzetközi Póker Szövetséget, vagyis a póker elfoglalhatta azt a helyét, ahol a dámajáték, a sakk, a go ismert játékok vannak. 1-2-1-2, so check this out, it's the jump board right there. I want everybody to put your rope down, put your guns down, and report to the pit, the gravel pit. Leave your flowers at home, leave your children at home, before taking back underground. I be Bobby Bowden, Wu-Tang Clan on your mind one time. It's the jump board, so just jump board, my nigga. A manapság ismert pókerjáték közel 200 éves történetéhez képest az online póker csupán pár éves múltra tekinthet vissza. Viszont ez a pár év elég volt ahhoz, hogy gyökeresen megváltoztassa a póker ismertségét és elismertségét is. Az első interneten is játszható szerencsejátékok a 90-es évek közepén jelentek meg. Ezek jó részt internetes fogadóirodák voltak. Az első online kaszinó 1994-ben jelent meg. 4 évnek kellett eltelnie, mire az első pókerterem is megnyitott az interneten. Ezután egymást követték az újabb és újabb online pókertermek. 2001-ben lépett be a piacra az azóta meghatározóvá vált két nagy oldal, a PokerStars és a Party Poker. Az előbbi a nagyszerű struktúrájú és minden igényt kielégítő versenyei miatt lett népszerű, az utóbbi pedig később a legnagyobb oldalán nőtte ki magát. A következő években az online póker is tulajdonképpen az egész online szerencsejátékipar folyamatosan nőtt. Egyre újabb és újabb oldalak jelentek meg a piacon, egyre több és több ember próbálta ki interneten át is a kaszinókból ismert játékokat. 2004-ben az online póker népszerűsége hihetetlen ütemben nőtt. Az élő póker térhódítása azt eredményezte, hogy egyre többen próbálták ki a virtuális asztalok mellett is a játékot. Leginkább az ember habitusán múlik, hogy nyer, vagy veszít. A pókernek van egy stratégiája, amit az ember, ha követ, akkor nagy valószínűséggel első háromban lejuthat. Természetesen vannak olyan marginális lapok, amelyekkel, hogyha az ember játszik, akkor a szerencsére bízza magát, olyankor nagyot nyerhet, nagyot veszíthet, de hogyha egy bizonyos stratégiát követel, csak a jó lapokat játsza meg, a jó lapokra vár, illetve kiismerve az ellenfeleket, jó időben blöfföl, illetve jó időben kiszkúrja a blöfföt, akkor nyerhet, csak a tudására építkezve. A jó pókerjátékos ismérvei. Van, ami megkülönbözteti a jó játékost a rossztól. Ideig, óráig rá lehet fogni mindent a bal szerencsére, de hosszú távon csak az nyer a pókeren, aki bizonyos tulajdonságok birtokában van. A jó játékossá válás felé vezető úton a legfontosabb a tapasztalat. Lehetetlen úgy jó játékossá válni, hogy nem játszottunk le több százezer leosztást több ezer óra során. A tapasztalatot csak így lehet megszerezni. A magasabb téteken a tapasztalattal együtt már nem lehet érvényesülni. Ott már valami másra is szükség van. Ez pedig a játékintelligencia. Ha gyorsan olvassuk az ellenfeleinket, el tudjuk dobni a nagyon erős, de csak második helyen álló lapjainkat, valamint túl tudunk járni az eszükön, akkor elmondhatjuk magunkról, hogy magas a játékintelligenciánk. A jó pókerjátékos holtig tanul. Teljesen mindegy, hogy mennyit játszunk, ha közben nem figyeljük az asztalt, hanem csak a lapjainkat játsszuk meg. A lényeg, hogy haladjunk a korral és mindig frissítsük a tudásunkat. A pókerben az érzelmeinken való uralkodás kulcsfontosságú, ugyanis azok befolyásolják a játékunkat.
Ha hagyjuk, hogy az érzelmeink elsodorjanak, nem sok esélyünk lesz nyerni. Egy jó pókerjátékos fontos ismérve az, hogy a virtuális asztalok mellett a való világban is megállja helyét. Egy olyan játékos, akinek nincsenek barátai, nincsenek rendezett kapcsolatai, egy szóval az online pókeren kívül nem ismer semmi mást, az nem lehet hosszú távon sikeres játékos. Rengeteg kezdő játékos sok pókeres filmet és sorozatot néz, ahol túl sok blöfföt látnak. Ezáltal átveszik ezt a szokást és rengeteg alkalommal próbálnak blöffölni és elvinni a kasszát. A túl sok blöffre egy okosabb játékos könnyen rájön, és később könnyen ki is használja. A pókerben nem csak a zsetonokért folyik ádászharc, hanem a jövőbeni zsetonokat jelentő információ morzsákért is. A legtöbb info a lapjaink megmutatásából szűrhető le. Éppen ezért éberen kell figyelned minden partit. Mindemellett minden eszközt meg kell ragadnod, hogy elkerüld a lapjaid megmutatását. Ne hagyd, hogy kiprovokálják akár egyetlen lapod megmutatását is. Csak tökéletes mentális kondícióban ülj lejátszani. Ne játsz, ha fáradt, rossz kedvű, álmos vagy ideges vagy. A pókerben sokszor nagyon keskeny a határ a vesztő és a nyerő játékosok között. Egy kis fáradtság sokszor már elég, hogy rossz oldalra kerülj. Ahhoz, hogy igazán jók lehessünk, kockáztatnunk kell. Ráadásul többet, mint egy átlagos játékos. A magas téteken nincs helye a félelemnek, azonban nagyon ügyesen kell egyensúlyozni, mert a túlzott kockázatvállalás egyenes út lehet a csőd felé is. Mindenki szereti a stratégiát, mindenki szeret döntéseket hozni általában. És ez egy olyan közeg, ahol úgy próbálhatod ki a döntésképességedet, hogy az nem kerül igazából sokba. Kedves nézőink, ennyi fért a Sportcsarok mai adásába. Tartsanak velünk a hét mindennapján. Viszontlátásra!